MTV felajánlásából a dal döntőssel és nyertesen érkezett Kárpátaljára egy fellépéssel, és a fellépésnek a belépő díját jótékonysági célra fordítjuk, a főiskola, illetve a főiskolához tartozó szakképző intézet felújítási megépítési munkálataira fordítjuk. Amikor a öltözőben voltam, hallottam a Tamást a színpadon. Köszönöm szépen. Én itt tanulok egy főiskolán, a következő évi dalba szeretnék jelentkezni. És nagyon jó. És jól rá, mint dalfogni. Köszönöm. Top 10-be remélem, hogy bekerült. Akinek ukrán szolgáltatója van, tehát én is jó magam, mivel itt vagyok, én is ukrán szolgáltatót használok, akkor minden bizonnyal, tehát mi tudunk szavazni. Úgyhogy szerintem én fogok is. András is tehát azt a dalt készítette ő is be, amit én már egyszer előadtam. És akkor mondja az András nekem itt tehát a színpad mögött, hogy elénekeld meg be? És akkor ugye kiment az András. Pár dalt elénekelt, és aztán felszólított a színpadra, és kiálltuk és elénekeltük közösen a mellellem. Nagyon kedvesek voltak itt az emberek hozzám, és ez egy énekesnek mindig jól esik, amikor látod, hogy az emberek szeretik, amit te szívből szeretsz csinálni. Már harmadik évet. Az Eurovízión tudtátok, hogy ti is szavazhattok? Igen, fogunk, persze. Hát, adja sem, és nem csinálunk önkettek sem. Okay, happy end.